A műsor támogatója az új Ssangyong Korando forgalmazója, a Fabian Auto. Ha WC-t látsz álmodban, ne használd. Csapda. 5,1 másodperc alatt 100. Elektromos Mustang. Sokan úgy gondolják, hogy egy környezettudatos családi autóra annyira illik a Mustang logó, mint egy kedves konyhásnéni szeliden hullámzó hátsójára a Tetco. Lehet, hogy igazuk van, de ez egy nagyon jó autó. Valószínűleg én is a Mustangnak neveztem volna el, de ettől eltekintve nagyszerű. A Mustang Mach-E 2019-ben jelent meg, mint a Ford elektromos meghajtású városi terepjárója vagy SUV-ja. Az SUV-k lényege nagyon leegyszerűsítve, hogy magasabb építésűek, mint a szedánok, vagyis magasabban van az aljuk a földtől, mint azoknak. A Mach-E alja kb. Annyira van a földtől, mint a hagyományos Mustangé. Nevét a Mustang Mach 1-tól örökölte. A Mach megnevezés a Mustangok között a teljesítményorientáltságra utal. Ernst Mach osztrák fizikusról nevezték el azt a mértékegységet, amely szerint, ha egy repülőgép eléri a Mach 1-t, akkor történik a hangrobbanás. Na, hogy szóljon! Nem igazán szól, de nagyon megy. Jelenleg négyféle Mach-E létezik, két egymotoros és kétféle kétmotoros. Az akkumulátor lehet 75 vagy 98 kWh. A méreteit tekintve ideális családi autó, 4,70 m hosszú, közel 190 cm széles és 172 cm magas. Jön még a Mach-E GT, ami 3,7 másodperc alatt futja a 100-at. Ez egyébként a dupla motoros, nagy aksis verzió. Van 351 lovunk, meg 580 Nm nyomatékunk. A maximális nyomatékot egyébként fél másodperc alatt produkálja. Ami azt jelenti, hogy ha rálépünk a pedálra, akkor azonnal hanyat vág. 2210 kg a súlya, tehát nehéz, de nagyszerű a futóműve. Nem sportautó, megjegyzem, a Mustang sem az, de ügyesen kanyarodik, stabil és ha kell, fickós. A végsebességét 180 km/h-ban maximálták, és innen is látszik, hogy a Mach-E egy sokkal inkább egy utazóautó, mint sem Mustang. Családi autónak kiváló, és ha letapossuk, akkor gyorsan összenő a család szemöldöke. Én azt szeretném kérdezni. Várjatok, még nem mutatra be benneteket. Jó? Előre rohantunk. Széchenyi Tímea, igen, a Széchenyi Tímea, gróf Széchenyi István leszármazottja. Te gróf vagy? Igen. Tényleg? Igen. És gróf Dózsa Ferenc, a DF Tooling alapítója. Tímea, a kérdéseket szeretne neked feltenni. Mit szólsz ahhoz, hogy a Ford 2030-ra meg szeretné szüntetni a benzines autóknak a gyártását? Én úgy gondolom, hogy azért a benzines autók mellett ezekre nagy szükség van, és talán, hogyha ezt előbb elkezdtük volna, akkor lehetett volna azt csinálni, hogy meghagyjuk azokat is, és talán akkor nem szennyezte volna annyi a környezetet, és 30-ra nem kéne ilyen szigorításokat hozni, hogy a benzines autókat abba adják, betiltják. A Mustang egy sportautó azért. Hogyha igen, a régebbi modelleket nézzük, hogy most ez az elektromos változat, ez mennyire hozza ezt a sportosságát? Ültem már Teslában nagyon sok elektromos autóban, és nekem kimondottan tetszik ez az elektromos Mustang. Nem egy kis személyautó, hanem egy kicsit ilyen városi terepjáró feelinge van, tudod használni bárhova. A belső dizájn nagyon igényes lesz, nagyon modern lett. Konkurenciája például a Kia EV6, ami 16,2 milliótól indul, és a Skoda Enyaq, ami egy kicsivel 14 fölött. Mennyibe kerül a Mach-E? Ezzel szemben ez egy Mustang, ezért ez 21 és 26 millió között van. Azért drágább, mert Mustang? Igen. Az elektromos autók nagyon gyorsak tudnak lenni, tehát nagyon gyorsan ki tudnak lőni. Éppen ezért óvatosan kell bánni, és nagyon ügyesen csinálod a jobb pedállal, mert hogyha szétszalad a ménes, akkor meg fogjuk tudni, mit jelent a hindusban a balsors. Mennyit tudunk elmenni egy töltéssel? 540 km-t írnak, szerintem 350 és 560 között valahol. Ugye minél hidegabban, annál kevésbé tudunk többet elmenni, mert az akkumulátor, mint tudjuk, nem szereti nagyon hideget vagy nagyon meleget.
Az utastér ugyan nem német prémium, de sokkal masszívabb és előkelőbb, ha már golf nő, mint a Fordok általában. Igen, igen, érzem. Melyik az a határ, sebesség határ, ahol mondjuk hosszú távon érdemes vele közlekedni? Szerintem 110. Azért van, hogy a elektromos autók általában kullognak az autópályán, hogy autópályán fogyasztanak a legtöbbet, nincs visszatermelés. Olyan létezik, hogy ilyen farvízen megy az elektromos autó, és mögé állnak autóknak, és ott mennek? Kicsit meg, igen. Megsegíti a menetet? Biztos. Hát a... Mert így láttam már, vagy így tapasztaltam, hogy így beállt mögé megy egy elektromos autó, és akkor jött szépen mögöttem. És te gyalog voltál? Nem teljesen. Az M7-esen. Amit ő ide kiír, hogy mennyit tudunk még vele menni, hány kilométert, ez mindig pontosan írja ki? Számolgat. Most 199 kilométert ír, de összevet mindent. Ha mennénk városba és arra szolgatnánk, akkor ez a hat étap megnőne. De befolyásolja a fékezés? Picit visszatölt, vagy csak teljes mértékben? Visszatölti a lassulásból származó energiát. Elsőre milyen? Nagyon kellemes. Kövess! Iratkozz fel! Szedd alá!